Harmadik belga szöglet, második félidő, 8. perc. Van der Linden, Kölemans elől, és 11-est ad a játékvezető. Kölemans lökéséért 11-es. Itt jön a szöglet befelé, Kölemans, és van benne igazság, Fitos szabálytalankodik. Kölemans lövi a büntetőt, és belövi. Egy picit kivár Kölemans, és utána rúgja az ellenkező sarokba. Kölemans hozza el. Dögreze indul befelé. És öngól. Kölemans emeli a kezét, de én úgy látom, hogy Fitos ért hozzá. Két nagy hiba. Egy kiadott labda jobbra, második félidő 15. perce. De Greize látja, hogy a hosszú oldalon indulnak, oda csavarja a labdát, ott helyezkedik Fitos Kölemans előtt, és aztán Fitos beemeli Disztl mellett. 2-0. Emelsz. Visszafejelik a hosszú oldalról még. Van der Linden legurítja, és a gólvonalról vágják ki. Itt az ismétlés, ez is elakad, és ez már a harmadik gól. Severeins a gólszerző, 3-0. Emers adja be, és sorozatos hibák, úgy tetszik nálunk. Egy visszafejelt labda. Van der Linden az, aki leveszi, és gurítja önzetlenül. Disztl kirepül, itt még kivágják a gólvonalról. Aztán másodszor is kijön, és harmadszor már nincs mese.